Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit így formálisan is a ma esti győri zengyakorlat elején. És akkor arra kérlek benneteket, hogy valaki mondjon spontán módon egy számot 1 és 208 között. 7. Kedvenc számom. Teljes nyugalom. A Lótusz Szutra szerint minden jelenség a teljes nyugalom állapotából jelenik meg. Ha az egyenes úton jársz, akkor már meg is érkeztél a Buddha csarnokába. Kérdések. Első. Ez a világ már a teljes nyugalom állapotában van. Akkor honnan jelenik meg a nap, a hold és a csillagok? Második. Mit jelent az egyenes úton járás? Harmadik. Mi a Buddha csarnoka? Szungszán zenmester kommentárja. A Biblia azt tartja, hogy Isten teremtett mindent. A buddhizmus szerint a tudat hoz létre mindent. A filozófusok azt mondják, hogy az elme működéséből származik minden. Egy szutra úgy szól, hogy az ürességből jelenik meg minden. Melyik nézet helyes? Ha nem gondolkodsz, akkor nincsenek nevek és formák. Ki hozta létre a név és forma világát? Tudod? Ha nem, akkor így áll te át. Az majd megtanítja neked. Itt egy részletet hallhattunk a Lótusz Szutrából, és egy nagyon fontos pontra mutat rá ez a szutra, mégpedig arra, hogy mindaz a mozgás, az a nyugtalanság, az a szenvedés, amit egyébként oly sokszor tapasztalunk az életbe, az eredetileg nincs. Ezt meg lehet úgy fordítani, hogy ha eredetileg nincs, akkor minden a nyugalom állapotában van. És ezt a pontot nem is olyan nehéz tapasztalni, mint ahogy azt gondolnánk elsőre. Ez nem egy absztrakt pont. Éppen ezért jövünk gyakorolni hétről hétre, évről évre, hogy meglegyen ez a szilárd belső pontunk, hogy leülünk és csak szemlélődünk. És akkor elérkezhetünk addig a pontig, hogy látjuk mindazt a sok gondolatot, érzelmet, ami bennünk van, azt a kavargást, úgy, ahogy látjuk a külső dolgokat is, hogy vannak fák, van ég, van szél, és ha jön a szél, akkor mozog a zák, hogyha nem jön a szél, akkor nem mozog. De valójában mindezek valami elé besorakoznak, és valami látja mindezt, még a gondolatokat és az érzelmeket is. És ez a valami, ami lát, ez végső soron nem egyenlő azzal, nem azonos azzal. Legfeljebb, hogyha a forrása annak, amit tapasztal. És akkor, ha megvan ez a pont, akkor elérhetsz egy olyan állapotba, hogy semmi sem hiányzik. Hogy semmi sem mozgatja meg a tudat mélyét. Nagyon érdekes ezt akkor tapasztalni, és próbáljátok is ki az életben való zengyakorlást, tehát nem a konkrét formálist, hogyha valami olyan helyen vagytok, ami olyan stresszbe hoz titeket. Tehát például várakoztok mondjuk egy orvosi rendelőben, vagy egy vizsgára, vagy a munkában van egy stresszes helyzet, és vártok, hogy bemenjetek a főnökötökhöz, vagy valami ilyen helyzet. Úgy akkor nagyon idegesek tudunk lenni, mert elkezdünk azon gondolkodni, hogy Úristen, mi lesz majd? És ez általában, ami a gondot okozza a gondolkodásunk, meg az, hogy elképzeljük a jövőt, és aggódunk miatta, meg van emlékezetünk, és rágódunk a múlt miatt. De mondjuk egy ilyen nyugtalan helyzetben általában a jövő miatt aggódunk, és akkor ott van, hogy hú, de nyugtalan minden. És akkor, ha egy orvosi rendelőben a vizsgálat előtt várván nézelődsz körbe, minden olyan komor, sötét lesz, és nincs jó érzésünk, és úgy érezzük, hogy a nyugtalan, nem, vagy nyugtalanak vagyunk nem csak mi, hanem az összes többi ember körülöttünk is, meg az egész hely olyan, hogy hú, ez most olyan kellemetlen. Nemrég voltam egy ilyen
egy ilyen kórházi gyakorlaton, ahol segítő beszélgetést kellett gyakorolnunk, és hajléktalan kórházban voltunk benne, és akkor hát nem lehetett tudni, hogy kihez visznek majd oda, milyen beteg lesz, milyen állapotú lesz. És ez egy olyan nagyon ilyen negatív belső állapotot hoz létre, szerintem mindenképpen, és ott úgy izgultunk, hogy jaj, na jó, vajon mi lesz? Tudunk-e majd beszélgetni azzal, akihez oda visznek? Nem lesz-e túl ijesztő az állapota? És akkor ilyen helyzetben jó visszatérni oda, hogy igen, ott vagy egy ilyen kórházba, ott az a sok beteg ember, de valójában minden a nyugalom állapotában van. Valójában, ha vissza tudod vinni a figyelmedet a tantiembe, akár csak egy jó kis légzés gyakorlattal, vagy a mantrával, akkor még a kórház is a Buddha csarnoka. Ugye nagyon szépen mondja a Lotus Sutra ezt, hogy akkor eljutsz a Buddha csarnokába. Régen általában ezt az állapotot, amit megcélzunk a gyakorlattal, azt is valamilyen szép költői hasonlattal világították meg. Az egyik, amiről sokszor olvashatsz több koamba is, hogy akkor beérsz a Buddha csarnokába. És akkor, ha ebből nem csinálsz különleges dolgot, hogy hú, várod, hogy majd egyszer majd hol lesz a Buddha csarnoka, akkor ez a terem is éppen a Buddha csarnoka, de a kórházi váróterem is, meg a bank is, és a munkahelyed is. Úgyhogy ez egy nagyon fontos pont ennek a tapasztalata a gyakorlat során. Hogy ne csak beszéljünk róla, hanem igen, ilyen határhelyzetben is, bárhol vagy, akkor hogyan tudsz visszatérni ide? Hogy halld, hogy csak halld, hogy megy a vonat. Meg lásd, hogy milyen kint az ég, hogy ott kék, ott olyan fehéres. A padló pedig zöld. Hogyha megvan ez a pillanat, akkor ebbe kapaszkodhatsz is. És akkor nem viszel az elmédnek ez a nagyon hánytorgó és könnyen kimozdítható mi volta. Lehet, hogy ott lesz továbbra is az izgulás, sőt biztos. Az érzelmi reakcióink megmaradnak. De lesz belőle egy belső biztonság. És nagyon jó megélni azt, hogy igen, és egy kórház is, egy váróterem is, egy munkahelyi nehéz szituáció is a Buddha csarnoka. Tehát nincs valójában ez a kettőség, hogy van mondjuk a zen templom, és az jó, vagy van egy ilyen gyakorlói tér, ahol bejövünk, és tényleg vagy kardokkal, vagy mozgásművészetben, vagy mozdulatlan ülésben gyakorlunk valamit, de ez az nem igaz, hogy az csak itt van. Ez semmiben sem különlegesebb tér, mint a kórház. Vagy a zen templom sem különlegesebb, mint a kórház. Úgyhogy hát egyrészt fontos, hogy meglegyen a nyugalom és a Buddha csarnoka, a másik pedig az, amire még a koan utal, hogy oké, hogy ez így van, de akkor honnan jönnek a dolgok? Honnan jelenik meg a nap, a hold, a kékség, az, hogy itt ülünk szembe és eljöttünk zen gyakorlatra? Ez egy igen-igen fontos pont, és ezt lehet magyarázni, de a legjobb, hogyha tapasztalod, hogyha csak ránézel a meditációban, és látod, hogy a dolgok létrejönnek és eltűnnek. És hogyha ez megvan, akkor talán tudsz egy frappáns választ adni majd a Cohen interjún is erre a kérdésre, amit benne volt. Ígérem, megnézzük. Úgyhogy bevezetőnek talán ennyi elég is, és akkor várom ezzel kapcsolatban, Cohennal kapcsolatban, gyakorlattal kapcsolatban, vagy bármivel kapcsolatban a kérdéseiteket. Több kérdésem is van. Nagyon jó. Az egyik ez, hogy pontosan mit is jelent ez a nyugalom? Hogy ez egy ilyen statikus dolog, vagy ez, ugye, néhány hagyományban hallani ezt, vagy tudni ezt, hogy a változás az egy mennyire ennek a világnak a mozgatója, vagy a lényege, hogy örökké változnak a dolgok. Ez a nyugalom, ez mennyire statikus, mennyire mozgó, mennyire áramló dologra kell gondolni. Mire gondoljunk pontosan, hogy, uh-huh. hogy a nyugalom milyen minőségű? Uh-huh. Ez most mozog, vagy nem mozog? Dinamikus, vagy statikus?
A csönd az egy nem rossz válasz erre. Még lehetne egy pontot tenni, megtenni, de nagyon jó a kérdés, és a válasz azért ez, mert a legjobb, hogyha nem gondolsz erről semmit. Ezt nagyon nehéz megtenni. És bizonyos tekintetben az elménknek a szüksége van arra, hogy valami orientációja legyen. Ezt én úgy szoktam mondani, hogy meg kell adni az elmének a nyalókát, hogy mint a kisgyereknek, hogy bekapja, és akkor el van, és nem sír. Tehát ezért mondhatunk egy választ, hogy rendezett legyen róla az elképzelésünk. És akkor mondhatunk ilyet, hogy mindkettő egyik sem. De a legjobb az, hogyha ami a gyakorlat célja, hogy ne abszolutizáljunk ellentét párokat. Tehát ez a szenvedésünknek az egyik alapja, hogy úgy működik a gondolkodás, hogy jellegéből fakadóan mindig ellentét párokat hoz létre. Szinte nem tudsz olyat mondani, hogy ez ne legyen. Mert már azzal is, amikor azt mondjuk, hogy nemes nyolcrétű ösvény, akkor van nemtelen nyolcrétű ösvény is. Helyes gyakorlás, akkor van helytelen gyakorlás is. Jobb hiány használjuk ezeket a szavakat. De ugyanúgy, ahogy a kérdésedben mondtad, ha azt mondjuk, hogy statikus, akkor van dinamikus is. És a dolgok meg valójában olyanok, amilyenek. Erre még egy segédfogalom az ilyenség. Hogy az, hogy a padló zöld most itt, az pont ilyen. És elkezdhetünk róla gondolkodni, hogy hát de miért nem barna? Vagy miért nem sárga? És biztos, ha mondjuk én nekem azt mondom, hogy nekem a zöld szín a kedvenc színem, akkor nekem tetszik. De van, akinek biztos nem tetszik a zöld szín, és azt mondja, hogy fú, ez nekem nem tetszik, és ő szenvedni fog, én meg élvezem. Na ez már gondolkodás kapcsán létrejött érzelem, és akkor már is benne vagyunk a slamasztikába. Egészen mondjuk odáig, hogyha valakit jelentkezik, hogy neki a zöld az csúnya szín, és én megmondom, hogy de nekem meg ez a kedvenc színem, akkor össze is verekedhetünk. Itt leszedünk egy ilyen kardot a falról, és akkor csú, és győz az erősebb. Ezt látjuk a világban. Ugyanígy még utalnék ott Szungszán zenmester kommentárjára, hogy amikor ott sorolta, hogy a buddhizmus szerint a tudat teremt mindent, a kereszténység szerint Isten teremt mindent, a filozófusok szerint az elme teremt mindent, és a többi, és a többi. Ezek is, ha megnézed, mind gondolkodás. Tehát az benne a különbség, hogy most nyugaton hogy gondolják a dolgokat, keleten hogy gondolják a dolgokat, de ez mind csak egy nézőpont. Valójában nem tudjuk, hogy hogy van. Tapasztalhatod, hogy hogyan jönnek létre a dolgok, meg tapasztalhatod, hogy mikor vagy nyugodt, és mikor nem vagy annyira nyugodt, de ha bármit mondasz, akkor ráhúzod a kényszerzubbonyt a valóságra. Úgyhogy a zen gyakorlás szempontjából azt szoktuk mondani, hogy szabadon kezeljük a szavakat, tudjuk, hogy ezek mit jelentenek, de nem korlátoz minket a szó. Tehát nem korlátoz például minket az sem, hogy azt mondjuk, hogy mi zengyakorlók vagyunk, és akkor mi vagyunk a jók, és mondjuk lehet, hogy van itt még a városban jóga csoport, meg van keresztény kontempláció, és akkor ők a rosszak, mert ők nem ezt csinálják, ami a legjobb. Úgyhogy minden ilyen állapotban, visszatérve az eredeti kérdésedre, és hogyha mondjuk a nyugalomra te úgy gondolsz, hogy az egy ilyen dinamikus egyensúly, akkor éppen amikor stagnálni fog, akkor rosszul érzed magad. Ha úgy gondolsz rá, hogy ez egy statikus valami, és csak nyugodtan fekszel egy nyugágyban, és egy koktélt szürcsölgetsz, és csak az a nyugalom, akkor is szenvedni fogsz, mert lesz olyan, amikor nem ez lesz. Úgyhogy ami ez az ütés, amit az elején is mutattam, hogy minél inkább meg tudsz maradni ebben az állapotban, hogy csak hallasz, csak látsz, és nem fűzöl hozzá semmit, az az igazi nyugalom.
az az, amikor megülöd a lovat, és együtt ügetsz vele, vagy együtt állsz vele, vagy együtt sétálsz vele. Ha nagyon valamit akarsz, akkor vagy leesel a jobb oldalára, vagy leesel a bal oldalára, vagy elé esel, és akkor átmegy rajtad a ló, vagy hátra, és akkor is valami bajod lesz. És ez viszont gyakorlás. Folyamatos gyakorlás, nem csak hogy mondjam, egy-két év, hanem egy élet. Itt nagyon mindenkit figyelmeztetek arra mindig, hogy Sun Tzu zenmester egész életében gyakorolt. Nem csak addig, amíg megcsinálta azt a 100 napos elvonulását, amit a fiatal kora elején elvégzett, és állítólag akkor ugye elérte a nagy fölébredést, hanem később is minden reggel nagyon sok leborulás, nagyon sok gyakorlás, mert hogy ezt újra és újra befektetett energiával rendeznünk kell tudni magunkban. Nagyon szívesen. Folytatom? Hogyne, nyugodtan. Két támpontja volt az előző kérdésemnek, az egyik a tapasztalataim, ami én is a gyakorlásom során, és inkább a harcművészeti gyakorlásaimra támaszkodva, én is ezt tapasztaltam időnként, hogy dinamikus, illetve álló, vagy statikus nyugalmat is időnként tapasztalok. Hát ez volt az egyik kiindulópontja. A másik pedig ugye abból indultam ki, hogy az én tapasztalatom az korlátozott ezzel kapcsolatban, és ezért volt a kérdésem, hogy ezt a korlátozott tapasztalatot egy kicsit tudjam, annak a fejlődését tudjam egy kicsit irányítani, csak ez volt a kérdésemnek. A következő kérdésem az ehhez kapcsolódóan a Buddha csarnokával kapcsolatos, hogy a Buddha csarnokát is mi hozzuk létre az elménkkel, vagy ez egy létező dolog az elme nélkül is, illetve a Buddha csarnokának minőségét is mi hozzuk létre, vagy ez egy adott minőségi dolog? Nagyon jó kérdés. Ki hozza létre a Buddha csarnokát? Én a mostani rálátásom, én azt gondolom, hogy ezt ugyanúgy mi hozzuk létre. Vagy hát mi érkezünk meg oda. De valójában mi, főleg a minőségét, azt mi határozunk meg. Amennyit mi tudunk róla. Igen. Úgy érdemes szemlélni ezeket, ahogy az eredeti buddhista tanítás is szól, hogy minden feltételekből jön létre, és önmagában úgy teljesen függetlenül nem létezik semmi. Tehát minden körülményekből jön létre, aztán ezek a körülmények megváltoznak, akkor elmúlik. Ugyanígy ha leválasztódsz az eredeti egységről, akkor például kialakul egy identitás, kialakulnak a benned lévő kis hát karmikus ilyen magvak, amiből aztán kibontódik egy teljes élet, vagy életek, hogyha hiszünk a régi tradicionális elképzelésnek, és ugyanígy, tehát az, amit te az elméddel létrehozol, ezzel az aggyal, ahogyan mi létezünk emberek, az számunkra egy valóság, amivel működni tudunk. De ugyanúgy függ valamitől. Tehát egyszerűen az emberi elme úgy működik, mivel hogy van fogalmi gondolkodása, hogy fogalmakkal modellezi a világot. És ez mindenre kiterjed. Arra is, hogy elnevezzük, hogy padló, meg kamera, meg gyakorlóterem, meg kard. Erre azért van szükségünk, hogy tudjuk működtetni ezt a komplex rendszert, amiben vagyunk. És ezzel nincs is semmi baj. Akkor lehet baj, amikor elkezdjük ezeket az absztrakt fogalmakat használni, mint a például Buddha csarnoka, nirvána, szamszára, és még mondhatjuk Isten, tudat. Ezek olyan fogalmak, hogy igen, kell valami, mert hogyha nem mondunk semmit, akkor nagyon szenvedünk. Azért szeretjük a fogalmakat, mert ha nem tudunk valamit, a szorongást kelt, és a biztonságérzetünket rombolja,
és az ember biztonság érzet nélkül nagyon nem szeret létezni. Na szerintem figyeljétek mindig meg, hogy ahol vész el a biztonság érzet, akkor ott pótcselekszünk. És nagyon nehéz megmaradni abban az állapotban, hogy igen, most nincs meg az a biztonságérzetem, hogy tudom, hogy most fogalmilag hogy vagyok. Ugye, figyeljük meg, a fogalom szóban a fogni van. Tehát, hogy meg tudom fogni mondjuk ezt a zenbotot. Az absztrakt fogalommal pedig látszólag meg tudom fogni az absztrakt világot, a rajtam kívülállót, vagy a transzcendenciát akár. És akkor ezáltal megalkotjuk ezt is, a fogalmi házat. Alkotunk magunknak sima házat, ami véd az időjárási viszontagságokkal szemben is, és alkotunk magunknak fogalmi házat is. Ezek a filozófiák, meg a keleti-nyugati vallások, amiben mind fogalmi házban jól érezzük magunkat. És azzal addig egészen semmi baj nincs, amíg nem abszolutizálod. Tehát most így nagyon messziről kezdtem a választ a kérdésedre, de hogyha ezeket a fogalmakat, mint Buddha csarnoka például, vagy nirvána, úgy használod, hogy ezek jelölnek egyfajta tudati minőséget, amit mondjuk a régiek költői módon, ugye jól esett nekik így ezt megfogalmazni, akkor rendben vagy. És akkor nem fog bajod esni azáltal, hogy használsz akár ilyen fogalmakat. Ha viszont mondjuk elképzelsz egy olyat, hogy igen, van valahol egy Buddha csarnoka, és akkor oda nekem el kell jutnom, vagy van róla egy határozott elképzelésed, hogy mondjuk egy milyen belső állapot lehet ez, akkor bajod lesz hosszú távon, mert a valóság kiszámíthatatlan. És akkor abban a pillanatban, amikor nem felel meg a te elvárásodnak, akkor szenvedés lesz. Vagy valamilyen nagyon-nagyon berögződés egy úton. Úgyhogy, ha meg tudod tartani ezt az eredendő belső kíváncsiságot, akkor bármilyen fogalmat nyugodtan használhatsz. Ha ragaszkodsz hozzájuk, és azt hiszed, hogy abszolút értékben léteznek, akkor lehetnek a bajok. Ezért mondja régen a régi zenmesterek, hogy ha bármilyen fogalomhoz, bármilyen elképzeléshez teljes mértékben kapaszkodsz, akkor a kilőtt nyílnál gyorsabban szállsz a pokolra, mondták a régiek. Úgyhogy a megérzésed jó, maradjunk meg annál, hogy a padló barna, az ég kék, és olvashatunk szép zenszutrákat, szép fogalmakkal. Amíg nem ragaszkodunk hozzájuk, addig segíthetnek ezek is az úton. Nagyon szívesen. Hát én a felelősség kérdését szeretném felvenni, és jó is volt ez a koan, amit az elején felolvastam, mert ugye ez azt mondja, hogy itt ebben a pillanatban nyugalom van, és hogy ebbe az ember úgy bele is tud helyezkedni, csak közben meg ugye a jövővel nem foglalkozni, mert egyébként teljesen érthető, hogy amit elmondtál, de hogy közben meg vannak dolgok, amiket látunk, hogy mondjuk helyes vagy helytelen irányba haladnak, és egy beavatkozást igényel, vagy nem igényel, és számomra ez most egy ilyen viszonylag fontos kérdés, hogy ha én ebbe a nyugalomba belehelyezem magamat, miközben látom, hogy a dolgok nem helyes irányba mennek, azt vajon jól teszem-e? És hogy mi az, ami alapján cselekednem kell, vagy nem kell milyenkor, vagy mi a helyes látása itt a dolgoknak? Nagyon jó kérdés. A nyugalom, meg a nyugtalanság, a nem cselekvés és cselekvés megint csak ellentétpár. Tehát, hogy itt megint mindig gyanakodjunk, amikor ilyen van, hogy a zenbot valamelyik végét túlhangsúlyozzuk. Tehát, hogy miközben a hagyomány meg a gyakorlat azt célozza, hogy maradj a középúton. A középút az mindig azt jelenti, hogy nem az, hogy egy teljesen semleges ponton vagyok, hanem azt, hogy szabad vagyok az ellentétpárok közepette.
tudom, hogy vannak, tudom, hogy a maguk teremtettségében, a társadalomban, a szocializációban van helyes, helytelen, vagy mondjuk két ember viszonylatában csak nagyon egyszerűt mondjunk. Lehet helyes és helytelen dolgokról beszélni, mert a két ember viszonylatában, ha én most oda megyek és lekeverek neked egy nagy pofont, akkor az nem lenne olyan helyes, mert szenvedést okoznék veled, vele, neked. Tehát például. Jó, most nyilván ez egy zen gyakorlat, úgyhogy sok minden beleférhet, de nem, most itt ezt, ha esetleg a videón ezt bárki nézi, akkor ne gondolj arra, hogy ez ilyen bántalmazó hely, majd megtapasztalja, amikor eljön. Úgyhogy alapvetően, ha ragaszkodsz a nyugalomhoz, és csak abba vagy, hogy akkor én elvonulok, és remete leszek, és akkor csak ott a madár van, meg a fa, és nem kell emberekkel találkozni, abból előbb-utóbb szenvedés lesz. Ha viszont ahhoz ragaszkodsz, hogy folyton cselekedni kell a világban, és a társadalmat kell megváltoztatni, és csinálni benne valamit, meg a folyamatokat átirányítani, és a többi, akkor lehet, hogy egy diktátor lesz belőled, aki megmondja, hogy hogy helyes, és aztán utána egy pár százmillió ember meghal, mondjuk, mert mindenki követte azt, ahogy te helyesnek gondoltad. Ez most nyilván egy nagyon szélsőséges példa, de az egyensúlya jó benne. Egyébként általában látszik is ez, hogyha valaki nagyon mondjuk ilyen közéleti megváltó, az általában valamit túlkompenzál, mondjuk például a magánéletét, ami mondjuk nincs, vagy nem jó. Ha meg valaki nagyon visszahúzódik a maga kis nukleáris világába, az sem jó, mert akkor meg nincs meg az a harmonikus energiaáramlás, ami jó esetben van az egyén, a család, a kis közösség, a nagyobb közösség és a társadalom között. Akkor érezzük jól magunkat, hogyha ez megvan, ez a természetes interakció. Magyarországon például nem annyira működik a közösségi élet. Ezt egyébként szociológusok is mindig fölhívják a figyelmet rá, hogy van az egyén meg a család, de az önszerveződő közösségek, tehát például mondjuk, amiben most itt ülünk, ez nagyon-nagyon ritka. Mert hogy iszonyatosan gyanakovak vagyunk az elmúlt 100, 200, 300, 400, 500, 1000 év tapasztalataiból, arról, hogy a közösség, az annak milyen veszélyei vannak. És akkor legjobb inkább visszahúzódni. Úgyhogy mondjuk ilyen szempontból inkább van Magyarországon ez a tendencia, hogy behúzódunk, és akkor az nem az én problémám, ami kint van. Alapesetben én azt látom jól működőnek, hogy legyen meg napi szinten újra és újra a gyakorlatnak a tapasztalata. Tehát legyen meg nem elképzelésként, hanem megélésként az, hogy mi az a dimenzió, ami mindannyiunkban benne van, ami tényleg ez a teljes nyugalom, és amit nem érint semmilyen külsődleges helyzet. Se háború, se betegség, stb. Hiszen az életünk során biztos, hogy az összes ilyen kisebb-nagyobb szenvedéssel találkozunk, így vagy úgy, amit az alaptanítás is mond, hogy öregség, betegség, halál. Együtt lenni azzal, akivel nem akarunk, nem együtt lenni azzal, akivel akarunk. Megkapni azt, amit nem akarunk, nem megkapni, amit akarunk. Hát ezeken a szenvedéseken mindannyian végigmegyünk. És hogyha nincsen meg a kapcsolat ahhoz a belső nagy énhez, amit semmilyen ilyen mozgás nem érint, akkor iszonyatosan fölkenődünk a padlóra, meg a falra, meg szétlocsan az agyunk. Ha viszont megvan a tapasztalat, akkor szilárdan állsz, és a középpontban állsz szilárdan, és akkor már nem vagy függő viszonyban, legalábbis nem annyira vagy függő viszonyban a külső dolgokkal. Tehát tisztábban, teresebben tudod látni, hogy mikor kell cselekedned, és mikor nem. Mert valójában az életben ennek a dinamikus egyensúlyára van
szükségünk, hogy látni azt, hogy igen, mikor helyes a cselekvés. Mert van egy csomó olyan helyzet, hogy az nem helyes és szenvedést okoz, hogyha nem cselekszünk. De van egy csomó olyan helyzet, amikor meg nem érdemes 500-szor bekommentelni még mondjuk egy politikai hír alá, hogy mert akkor ott csak valamilyen belső szorongásunkat oldjuk, és hülyézzük a másikat, akinek ugyanolyan belső szorongása van, és akkor utána összeveszünk az interneten. Ezt különösen ajánlom mindenki figyelmébe, egyszer-egyszer ránéztem ilyen magyar buddhista fórumokra. Hát az a legjobb. Az a nagyon jó, amikor ilyen szellemi fórumokon belül, ó, hát az a vérmes összecsatározás, ami a kommentekben tud lenni, bármilyen politikai hírt überel. Úgyhogy hát van ilyen is. Szerencsére a mi fórumaink azok nem ilyenek, vagy csak néha. Úgyhogy alapvetően erre hegyezném ki a választ. Hogy napi szinten legyen meg a nem mozduló nyugalom tapasztalata. És hogyha ez megvan, akkor jól tudsz cselekedni. Csak vigyázz arra, hogy ne esd bele az ürességbe, és ne ragaszkodj a nyugalomhoz. Mert az, amit mondtál, az ez lenne. Hogy ragaszkodom a nyugalomhoz, és soha nem cselekszem, akkor se, hogyha szükség lenne rá. Tehát például Koan interjú, ha te ragaszkodsz a nyugalomhoz, és bejössz a Koan interjúra, és csak ülsz ott így, hogy... Valamire biztos jó lesz, csak nem gyakorolunk a koanokkal. Tehát, hogy ott például cselekedni kell, válaszolni kell nagyon sokféle módon. Úgyhogy ezért is van a koan gyakorlat benne a mi hagyományunkban, hogy nem csak ülünk. Hogy ez a veszély ne álljon fönn, hogy így ilyen szolipszisztikus, magadra záródó gyakorlattá váljon, hanem oda kell jönni, és akkor direkt meg kell csesztetődni, hogy na, tudod-e a választ, hogy ki hozta létre a napot, a holdat, meg a csillagokat. És akkor ez igen, zavaró, és akkor ki kell találni, hogy most erre hogyan válaszoljak. Úgyhogy ez kapcsolatban tart a világgal. Ha energetikai oldalát nézzük a gyakorlatnak, akkor mindig ezt szoktuk mondani, hogy ha helyesen megvan a tantien fókusz, és a gondolkodás lenyugszik, akkor az univerzum energiája, a külső tér energiája és a te belső energiád, a belső tér, külső és a belső egyé válik. És akkor harmóniába vagy a világgal. Ha harmóniába vagy a világgal, akkor ez a nem gondolkodás alapján lehetővé teszi a helyes cselekvést, vagy a helyes nem cselekvést. Köszönöm. Nagyon szívesen. Nekem a nyugalommal kapcsolatban lenne kérdésem. Nagyon sokszor látom azt, hogy bizonyos emberek nyugalomban vannak, de ezek látszólagos nyugalmak. És abban a pillanatban, amikor változik valami, akkor azonnal kizökkennek ebből a illuzórikus nyugalomból. Hogyan lehetne segíteni az olyan embernek, nagyon sokan vagyunk így, az olyan embereknek, akik félnek a változásoktól, és akár egy kis változás hatására is kizökkennek ebből a nyugalomból, ebből a látszólagos nyugalomból. Legyél velük, és hallgass meg őket. Tehát, ha hozzád közel álló emberekről van szó, akikkel kapcsolatod van, akkor a legjobb dolog az, hogyha nem tanítod őket, úgymond ilyen, fölállsz egy szószékre, és akkor megmondod, hogy igen, az élet a dinamikus változásról szól, hogyha megmaradsz a nyugalom állapotában, akkor egy idő után stagnálni fogsz, és az átrendszerek meghalnak, tehát változzál. Ezt nem szeretjük. Most itt okét beszélgetünk, de ez is inkább egy ilyen közös gondolkodás. De amikor olyan nehéz helyzetben lévő ember van veled szemben, vagy melletted, aki éppen bármitől, de nagyon szenved, akkor a legjobb az, hogyha te ott egy kedves, elfogadó jelenléttel mellette vagy,
meghallgatod, és nem akarod megmondani neki, hogy mit csináljon. De az, hogy te ott vagy, belenézel a szemébe, adsz neki egy pohár vizet, amire éppen szüksége van, akár ilyen nagyon egyszerű testi dolgok, hogy a testével jól bánsz, amikor éppen nehéz helyzetben vagy, van. Például teja, meleg teját adsz neki, az feszültségoldó. Ilyen egyszerű dolgokat érdemes csinálni. És akkor beszélteted, ha olyan ember tényleg, hogy te időt áldozol rá, mert éppen nagyon, vagy nagyon bódhiszatvikus vagy, vagy tényleg segíteni akarsz rajta. Úgyhogy így érdemes nehéz helyzetben lévő emberrel hát együtt lenni, és aztán lehetőleg megadni, megteremteni neki azt a lehetőséget, hogy találkozzon magával. És akkor utána, ha találkozik magával, az belső erőforrásaival, azáltal, hogy már ott vagy egy ilyen kapcsolat, lát valakit, aki nyugodt, ott van mellette, ő is megnyugszik majd, és talál valami megoldást. De alapesetben, szóval megváltoztatni kívülről nem tudunk senkit. Az a legjobb segítés, hogyha helyzetbe hozzuk a másikat is, hogy ő is tudjon magán segíteni. És hogyha rosszul segítünk, az még rosszabb, mintha nem segítenénk. Úgyhogy minél kevésbé vagy direktív, utasítgató, annál jobb lesz. Nem tudom, ez válasz-e a kérdésedre. Részben válasz, viszont vannak helyzetek, amikor nem tudom elkerülni azt, hogy ne legyen utasítgató például, akinek a felettese vagyok. Uh-huh. És ki kell adni egy feladatot, meg kell, hogy csinálja, és ami eltér, az a feladat eltér a korábbi megszokott rutinszerű cselekedetektől, az is már kizökkenti ezt az adott embert. De erre is megkaptam igazából a választ. Kicsit más helyzet, hogyha a felettese vagy. Tehát nyilván az egy olyan dolog, ott mind a kettő kell. Tehát egyfelől, hogyha te mondjuk olyan főnök vagy, vagy olyan vezető, vagy olyan felettes, aki csak osztogatja ki a utasításokat, és egyáltalán nem látja az embert, akkor abból lehet, hogy az lesz, hogy megcsinálják, vagy megcsinálja az az adott ember, amit mondtál, csak nagyon rossz lesz a légkör. És viszont amikor nem vagy ott, akkor nem fogják megcsinálni. Tehát, hogy erre nagyon sok ilyen fölmérés született, például tanárok kapcsán, hogy volt a drákói szigorú tanár, aki szíjat hasította diákok hátából, meg volt a megértő, empatikus tanár, meg aztán a közép is. Illetve megértő, empatikus, és a teljesen szabad elvű, minden szabad mindenkinek. És akkor nyilván a két szélsőség nem volt jó. Mert a nagyon szabad elvű, mindenkinek megsimogatjuk a fejét, lezüllik a rendszer, lezüllött az osztály. Lezülik egy munkahely is, hogyha egy főnök, egy felettes nem kér számon dolgokat, nincsenek tisztán lefektetett szabályok, feladatok. A másik viszont, hogyha nagyon szigorú a tanár, nagyon szigorú a főnök, akkor mindenki rettegve persze csinálja a dolgokat, de előbb-utóbb ez is törik, meg hogyha nincs ott a főnök és nincs ott ez a folytonos ostor, akkor szintén szétesik a rendszer és nem csinálják. Úgyhogy valahol a kettő között jó az, hogy te emberi vagy, adott esetben a beosztottadat meg is hallgatod. Nyilván ennek van egy kerete. Nem te neked kell lenni a pszichológusának például. Azt az adott esetben mondhatod neki, hogy jó lenne, hogyha akár segítséget kérne. Ha látod, hogy ilyen szintű problémája van, hogy nagyon el van akadva belül valamiben. De azt mindenképp megteheted, hogy igen, így empatikusan elfogadva meghallgatod, és egyébként viszont tisztán érthetővé teszed a számára, hogy az nem jó, hogyha amit kérsz tőle, azt nem csinálja meg. Tehát muszáj összeszedje magát, és akkor dolgozzon. És ha a kettő együtt van, az empátia és az erő, akkor az működhet. Köszönöm. Szívesen.
Én a meditációs technikával kapcsolatban kérdeznék. Kezdő meditáló vagyok, és a kérdés, ugye föl kell tennünk a kérdést a belégzésnél, hogy mi ez. Uh-huh. És ennek mivel van egy jelentése, én ezt nem tudom elvonatkoztatni, és egy vagy két pillanatra mindig kizökkent, és így elgondolkodok, azt mondja, nem lehet gondolkodni, lehet, és már fújom ki a levegőt. Uh-huh. És nem, egyszerűen nem tudom mantraként mondani, mert nekem ez magyarul azt jelenti, hogy mi ez. És hogy ebből, hogy, vagy próbáltam úgy is, hogy ezt nem mondtam, és csak a légzést, és úgy jobban ment, hogy akkor ez így nekem jó, vagy ezt nagyon kell forszíroznom, ezt a mi ezt kérdést, vagy egy idő után megváltozik, nem tudom. Nem kell forszírozni, tehát hogyha neked aha. megy a csak tér- és hangfigyelés tant ilyen fókusszal, nyugodtan gyakorold azt. Hát azt nem mondom, hogy megy, de sokkal jobban, mint, tehát az mindig kizökkent a kérdés. Akkor nyugodtan gyakorold aha. azt, és viszont akkor gyakorold azt hosszabb távon, és akkor utána, ha megint van valami ezzel, hogy úgy érzed, hogy nincs rendben, akkor nyugodtan csoportvezető, darmatanítóval, bárkivel, aki ebben tud uh-huh. segítséget nyújtani, darmatanítók tudnak, uh-huh. Akkor nyugodtan megint konzultálj. Mert egyébként ezt egyébként ilyen úgy kell föltenni elviekbe, akinek megy, hogy nem kell átgondolni azt, hogy ez mit is jelent, ugye? Ez uh-huh. ilyen mantraszerűen. Azt nem mondanám, hogy mantraszerű. Uh-huh. Ez a nagy kérdés, ez egy uh-huh. külön technika, ami aha. a zenben van. Ennek a célja az, hogy emlékeztesd magad a meditáció során újra és újra arra a fajta tudati hozzáállásra, amit a meditációban kívánatosnak gondolunk. A sok-sok száz év meditációs tanítók tapasztalatai alapján. Tehát az, hogy ez a kíváncsi, érdeklődő figyelem, ez megmaradjon a meditáció során, hiszen iszonyatosan nehéz ezt fönntartani. Amikor ülsz, hát jó, hogyha 20-30 másodpercig úgy megy, egyébként elgondolkodsz. Azzal, hogyha minden belégzésre fölteszed ezt a kérdést, hogy mi ez, annak megvan az a haszna, hogy újra és újra visszahozod magad ide, hogy a 150 milliomodszor megnézed zöld padló még mindig olyan legyen, hogy frissen nézed, hogy itt a padló, és tapasztalod. Kicsit én ezt úgy szoktam még magyarázni, ezt a mi ez kérdést, hogy mintha egy kutatót elképzelnénk, vagy egy ilyen gyereket, aki tudjátok, van ez a fázis, amikor minden érdekli a gyerekeket, és akkor kimegy, és akkor hú, de érdekes a fa, a bogár, a virág, és jó esetben egy kutató felnőttként az is egy nagy gyerek, és akkor hogy lehet ez a fizikai folyamat, vagy hú, a virágoknak miért ilyen, és akkor nézi kíváncsian, és az a jó kutató is például, aki nem azt vetíti rá, amit eddig is tudtunk róla, hanem egy teljesen friss szemmel megnézi, mm. és megpróbál még közelebb kerülni hozzá. Úgyhogy ez egy ilyen kutató jellegű kérdés. Szoktuk azt mondani, hogy aki ezzel gyakorol, az elején érdemes ezt ugye verbalizáltan csinálni, hogy mi ez, mi ez, mi ez. Aztán ahogy haladsz a gyakorlatba, egy-két hét hónap, attól függ, hogy neked mennyi idő kell. Természetesen is ez a kérdés el tud, köddé tud válni. Tehát marad a belégzéskor a kíváncsi figyelem, de már nem kell a kérdést föltenned, hiszen feltétlen reflexé vált az, hogy és már ott vagy a pillanatban. Ez gyakorlás kérdése, tehát ez nem misztikum. Meg... Ez a baj, hogy nem, tehát mondom, nem tudom gyakorolni, mert megzavar. Oké, akkor... És olyan érdekes, hogy ahogy mondod, hogy például egy virágot, hogy mi ez, ott nem zavar meg, mert ott van idő megnézni, itt meg ugye a belégzés-kilégzés folyamatosan megy, és annyira gyorsan változik minden, és akkor ja, igen, akkor figyelek, ha megint a tanti. És akkor hát persze, meg amikor nézed minden, a világot... És már megijön a mi ez. Igen, meg amikor nézed a világot, akkor van tárgy. Igen. Tehát az egy tárgyas. Igen, és megnézem igen, azt, hogy mi ez. Ez egy tárgyas, úgymond meditáció. Uh-huh. Tehát
nagyon egyértelmű a tudatom fókusza. Persze, hogyha nézem a botot, 30 perc múlva már nem lenne olyan egyszerű, az sem, de legalább van tárgy. Ezt, amit itt csinálunk, ez az úgynevezett tárgyatlan figyelem. Uh-huh. Tehát, hogy igen, a igen. tudat mégis egyhegyű, de nincsen konkrét tárgya, ez nagyon-nagyon nehéz. Igen. Tehát ez azt mondom, hogy a meditációknak a magas iskolája. És bizonyos szempontból belökünk titeket egyből ebbe, és csak van egy testi ülés hozzá. Tehát hát a zen az ilyen, hogy na, tessék! És akkor akinek megy, megy, akinek nem megy, nem megy. De hogyha, mondom, hogyha ez tényleg ilyen szinten zavar belül, akkor valószínűleg kevesebbet nyersz a kérdés által, mint amennyit veszítesz a másik oldalon a gondolkodással. Úgyhogy én nagyon egyszerű tér- és hangfigyelést javasolni. Egyik technika sem jobb vagy rosszabb, hanem másra jó. Akkor tér és hangot figyeljek? Tehát ne a tantien? Ne a tantien az mindig van. Tehát tantien... De az, ne arra fókuszáljak a kérdés nélkül? De a figyelem az mindig a tantienen van. Aha. Tehát a legegyszerűbben arra érdemes figyelni, hogy az alsó hasfal, ahogy mély légzést csinálsz, hogy ez az alsó hasfali izomtónus irányítja a légzést. Tehát, hogy a rekesz izom az teljesen lehúzódik, amennyire csak lehet, de nem kell erőltetni, mert ha már feszültséget teszel bele, akkor megint nem vagy annyira összeszedetten laza, hanem akkor erőltetetten vagy összeszedett. Beszívod, és aztán ahogy kifolyod, azt is innen irányítod, és ez az izom tónusít az alsó hasfalon, ez összehúzódik. Szokták ezt úgy is mondani, félve használom a hasonlatokat, de minthogyha lenne ott egy ilyen lufi, vagy egy ilyen labda, amiben bemegy a levegő, aztán igen, kimegy. Ezt így is érzem. És erre az érzésre érdemes fókuszálni, testérzetre. Mert az... És közben hallgatnia. Igen. Tehát az meg csak egy ilyen figyelem, hogy benne vagyok a térben teljesen, ülök szilárdan, és csak vagyok. És nem, és lehozom minden az energiát. Tehát amire minden meditációs technika irányul, hogy lehozzon téged a gondolkodásból, nyugalom, nem nyugalom, dinamikus, nem dinamikus, szenvedés, nem szenvedés, és lehozzon a gondolathoz kapcsolódó érzelmek kavargásáról is. Mert lehet látni, hogy jön létre mondjuk egy ilyen folyamat, hogy rágondolok a gázszámlára, akkor ideges leszek, akkor elkezdem tervezgetni, hogy mikor fizetem be, meg miből, meg stb. És végig a zen hullámvasútja elindult, vagy a gondolkodás hullámvasútja. Ha viszont tényleg marad ez a testérzet, akkor különösebb mozgás nélkül itt vagy középen, és itt van lenne az energia. A figyelemmel tudjuk az energiát vezérelni, tehát hogyha itt van lenne a figyelem, akkor nem itt, meg itt van, túlburjánzó módon. Tudok érzékelni, igen. Igen. Nagyon, és érdemes figyelni most, egyébként embereket. Most eszembe jutott, amit mondtál, hogy például egy orvosi rendelőben, például izgul az ember, és akkor benn van az orvos szembe ül vele, hogy akkor is lehet úgy beszélni hozzá, hogy közben, tehát tudom, hogy mit akarok mondani, de közben meg ide fókusz. Hát, ha már gyakorlott vagy, igen. És akkor az ad egy nyugalmat. Nyugodtabb leszel. Illetőleg az érzéseidet tudatosabban éled meg. Tehát nem azt érzed, hogy úristen, itt vagyok az orvosi rendelőben, itt ez a fehér köpenyes ember, úristen, hanem benne vagy az izgalomban, az idegességben, és egyé válsz vele. Uh-huh. Nem menekülsz tőle, hanem akkor éppen az a valóság. Uh-huh. Ez egy szintén egy fontos pont, hogy nem azt célozzuk meg, hogy mindig egy ilyen aranybuddhaként, tehát hogy a orvosi rendelőben ül a sok átlag ember és egy aranybuddha, aki ott van, és akkor bemegy, és minden tökéletesen. Ilyen nincsen. Tehát, hogy emberek vagyunk, és 20-30 év gyakorlás után is emberek vagyunk, ezért érdemes olyan embereket látni, akik
20-30-40 éve gyakorolnak, és élőbe látni, mert amíg a szutrába olvasod, meg a könyvbe az zenmestereket, nem fogsz élő zenmestert látni. Amikor hallasz egy fingó zenmestert például, vagy egy, nem tudom, büdös szájút, vagy bár, az tartozik, az a valóság. Ezt most direkt mondok ilyeneket, hogy lássuk ezt, és ez először csalódásként hangozhat, vagy ilyen, nem tudom, kiábrándítóként, de valójában inkább az, hogy ennek van egy felszabadultság oldala és nyugalmi oldala is, amikor az van, hogy nem kell neked valami olyanná válnod, ami nem vagy, hanem már minden ott van benned most, amit egyébként olyan szívesen üldözünk és vágyunk, csak erre kell rájönni, hogy nem kell üldözni kívül. Úgyhogy visszatérve a példára, nem tudom, én mind a mai napig, pedig magam is hordok fehér köpenyt, és ismerem ezt a világot, amikor nekem kell orvosi vizsgálatra menni, van bennem szorongás. Attól függ persze, hogy ugye, hát mire számít az ember, rutinvizsgálat, vagy valami, amiből kiderülhet valami turpisság, hát azért ott izgulsz, de nem mindegy az, hogy ez ural téged, vagy te uralod. Igen. És ha benne tudsz lenni az érzésbe, akkor nyerekben leszel. A jelenben leszel. Nem csak a bandárcsicsergés, meg a vonathangja, meg a padló zöldsége használható arra, hogy a jelenben legyél, hanem például az is, hogy dobog a szívem. Úgy érzem, hogy az adrenalin az teljesen fölpörgetett. Izzad a kezem, hidegek a végtagjaim. Ez mind olyan testérzet, ami egy remek-remek meditációs segédlet. Használd. Köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen mindenkinek a nagyon jó kérdéseket. Ez fontos, hogy átbeszéljük ezeket is, hogy az elme rendbe legyen rakva, lenyugszik tőle egy picit, és akkor utána mehet a tényleges gyakorlás, úgyhogy el is kezdjük majd most az érdemi részét a ma estének. Köszönöm szépen mindenkinek még egyszer, és akkor gyakoroljunk együtt.